Traj tanárnővel a Berzsény Dániel Gimnázium önképzőkörén ismerkedtem meg jobban, ahol rengeteget foglalkoztunk interdisziplináris témákkal a kémia körül. Mindig helyet kapott a diákoknak a személyes érdeklődési köre mindenféle szakokról. Foglalkoztunk művészetekkel és a kémiának a kapcsolatával, informatikának és a kémiának a kapcsolatával. Végeztünk látványos kísérleteket is nyilván, meg foglalkoztunk művészetekkel is, ahol a kémia releváns volt. Nagyon fontos volt számomra, hogy a tanárnő mindenkit személy szerint motivált és bevont minket különböző publikációk írásába, ami egyáltalán nem jellemző egy középiskola kémia oktatásban. Nagyon fontos számomra az a személyes tudás, amit tanárnőtől kaptam, hogy motiváltan és mindig kitartóan dolgozzak, akkor is, amikor egy bizonyos projekt viszonylag nehéznek tűnik. Szerintem ez nekem nagyon sokat segített a diplomám megszerzése során, meg a nagyon rövid tudományos pályafutásomban. Én első generációs tanár vagyok, és az nagyon-nagyon hamar, ahogy én bekerültem a közoktatásba, akkor kiderült, hogy nekem az iskolában a helyem felnőttként is. Kamaszkori álmomban élek, középiskolai kémia tanár lehetek, hát nincsenél szebb és jobb. Iszonyatosan fontos dolog szerintem, hogy a gyerekek megértsék, hogy a természet az egy egységes, egy csoda. És nem biológia, meg kémia, meg fizika, hanem ott minden együtt van. Ez hihetetlen jó érzés, hogy ott állok a velük szemben, és ezek a okos, derűs arcok, meg okos tekintetek néznek rám, és ugye a kémiának örülnek, meg a tudásnak. Az önképzőkörünknek ez a filozófia, hogy nyitott ajtók módszerével dolgozunk. Tehát nincs egy szigorú protokoll, és szó szerint nyitva van az ajtó. Tehát aki erre jár, akár nyelvtagozatos, akár humántagozatos, bejöhet, megnézi. Nagyon sokan közülük itt ragadnak, mert tetszik nekik az, hogy együtt dolgozhatnak más osztálybeliekkel, más évfolyambeliekkel és kémiai kérdésekkel, a természettudománnyal. Sziasztok, közben láttam, hogy érkeztek többiek, van, aki morcos, van, aki szigorú, mások álmosak. Ha én látom a gyerekeken, hogy nyitottak, és elkezdem biztatni, hón alá nyúlok kicsit, akkor mindenképpen megérzik ezt a bizalmat, és hát ez egy ilyen önbeteljesítő jóslatként nagyon sok gyereket a tanítványaim közül kémia felé tered. Nagyon fontos sok gyerek számára, hogy igazi problémát találjon, és nem csak a választ egy adott problémára, hanem a válasz megkeresésének az útját is. Olyasmire kell őket felkészíteni, amit nem tudom, hogy mi, meg nem tudjuk, hogy mi, de helyt kell állni. És a digitalizált világ benne van. Úgyhogy én próbálok lépést tartani, itt lehetetlen, de amit lehet, mindenképpen igyekszem, és hát nagyon-nagyon sokat tanulok a gyerekektől. Végezhetők el, amelyek vízben nagyon jól oldodnak, ezt most azért nem. A pozitív visszacsatolás szerintem egy nagyon fontos inspiráló eszköz a gyerekek számára, de nem szabad elvtelenül dicsérni. Tehát én mindig teljesítmény alapján dicsérek csak. Igazi teljesítmény alapján, és a teljesítményt nem feltétlenül abszolút értékben mérem, hanem önmagához képest mérem, és ez nagyon-nagyon fontos.